Kedves nézőink, jó estét kívánok! Községünk igazán nem panaszkodhat, ami a sikeres sportolók számát illeti, hiszen nem egy személy képviseli országunkat, de elsősorban óbecsét a különböző rangos versenyeken. Mai vendégemet úgy gondolom, hogy senkinek nem kell külön bemutatnom, hiszen sikereiről állandó jelleggel hallhatunk. Ma este Zavarko Vilmos tekézővel beszélgetek. Jó estét, üdvözöllek a műsoromban! Jó estét, köszönöm a meghívást! Mielőtt kitérnénk a karrieredre, megkérnélek, hogy mesélj egy kicsit a kezdetekről. Hogyan, kinek a hatására és egyáltalán miért kezdtél el annó edzeni? Hát ez úgy kezdődött az egész, hogy a szüleim tekével tekéztek régen, és hát hétvégenként meccseik voltak, és hát nem volt ki vigyázzon rám, és hát így muszáj volt magukkal vigyenek a tekepályára. És hát ez úgy volt állandóan, hogy mikor befejeződött a meccs, én 7-8 éves voltam, akkor mindig csak ott álltam az ajtónál, és néztem, hogy na, most lesz hely, hogy bemenjek, lesz egy hely, egy pálya, hogy bírjak esetleg egy kicsit dobálni, megmutassam, hogy mit tudok. Akkor még két kézzel tekéztem, mert hát nehézek voltak a golyók, meg minden. Meg hát persze ez ugyanígy volt, mikor apuval mentem edzésekre. És hát aktívan 13 éves koromban kezdtem el tekézni. Ott mindjárt pionír országos bajnok lettem, és utána persze serdülő kategóriában is megnyertem az országos bajnokságot, ha jól tudom, 13-14 éves voltam ott is. És utána 16 évesen volt az első világbajnokságom Boleszlavjecon, Lengyelországban. Ott 21. helyezést értem el. Nem volt valami jó, de hát bennem volt az, hogy majd egyszer talán világbajnok leszek. És hát következő év az 2005-ben volt Nahodban a VB, a világbajnokság. És hát az előtte voltak ilyen felkészítő meccsek, az ifisták és a felnőttek. És én nem voltam benne az ifi keretbe, pedig volt helyem. És a felnőtt szövetségi kapitány meghívott engemet a felnőtt válogatottba, 16 évesen. És én úgy kellemetlenül is éreztem magamat a többiek előtt, hogy de azért nem akartam magamra szégyent hozni. Ha ma ide elhívtak, akkor szeretnénk bizonyítani. És persze sose voltam a legrosszabb, ott voltam mindig az első háromba. Persze így utána volt megint ilyen válogatott meccs, válogatott felkészítő meccs, megint nem voltam az ifi válogatban meghívva. És hát ezt az egész mindent ennek a szövetségi kapitánynak, Bez Bradica nevezető úrnak köszönhetem, hogy kimentem Nahodba világbajnokságra, és még akkor sem voltam abban biztos, hogy játszani fogok. De az edző berakott, mint második játékost, és mindjárt világcsúcsot dobtam. Tehát senki nem gondolta volna, hogy esetleg én tudok egy ilyen alkotni, hogy 662 fát dobtam akkor. És ott azon a VB-n harmadikak lettünk csapatban, párosban világbajnok lettem, és összetettben lettem világbajnok. Úgyhogy körülbelül így kezdődött az én karrierem, akkor 2006-ban volt Szarajevo. Ott, tehát az volt a második VB-m a serdülő kategóriában, ott két aranyérmet hoztam, és utána 2006-ban már, tehát akkor volt az első felnőtt VB-m, hol is játszottunk, Szkópjeban. Na ott mindjárt kiestem, az nem sikerült, de 2007-ben volt a csapat VB, ott már fejlődtem, tehát ott már jobban játszottam. Közben volt még egy serdülő VB, közben jött a felnőtt világbajnokság 2009-ben. Na és ott, tehát ott már voltak komoly terveim, ott már szerettem világcsúcsot dobni, minden, és ez sikerült is, kétszer is, mert az elődöntőben, nem is a negyed döntőben dobtam Franciaország ellen 700-at, akkor döntöttem meg 6 fával a világcsúcsa, és másnap az elődöntőben Csehország ellen pedig 728 fát állítottam, ami 5 évig én tartottam. Most már nem én tartom. Úgyhogy, de nem hivatalos világcsúcsra, azt megint én tartom, tehát ez 755 fa. Úgyhogy, tehát így kezdődött én nekem az egész teke karrierem.
Jelenleg a szlovákiai Podbrezova klubnak játszol. Mióta vagy ott, illetve miben különböznek az ottani feltételek az itteniektől, és egyébként az élet miben különbözik az ittenitől? Hát nehéz volt nekem elejben, mivel itt Becsén tényleg nagyon rosszak voltak a feltételek, régi tekepálya volt meg minden, és akkor sokat kellett utaznom, sokszor mentem Kanizsára edzeni, meg mivel itt tényleg nagyon rosszak voltak a feltételek. És hát azt mondhatom el, hogy 2006-ban muszáj volt elmenjek, mivel fejlődni akartam, muszáj volt elmenjek Becséről Magyarországra. És ott egy modern tekepálya várt, minden, jó feltételek az edzésekre, és hát így tudtam fejlődni. És az a 3 év alatt, amit ott voltam Magyarországon, nagyon sokat fejlődtem, 2009-ben világcsúcsot is dobtam, és utána ez a világcsúcs után pedig ide Podbrezovára igazoltam. Az összes korosztályban, illetve kategóriában mindent megnyertél eddig, amit csak lehetett. Hogyan éled meg a sikereidet? Elsősorban arra gondolok, hogy mennyit változtál az évek alatt, illetve mi az, amit köszönhetsz ennek a sportnak? Hát én úgy vagyok, hogy tehát ezeket a sikereket is tudni kell kontrollálni, és én a kezdetektől fogva megfogadtam magam, hogy talpon leszek, és ugyanolyan ember akarok maradni, mint amilyen voltam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez valójában a sikernek a titka is valójában, mert sok sikeres sportoló is már kijelentette, hogy muszáj egy élsportoló szerény legyen, és hogy nem pedig, hogy elszálljon a sikerekkel. Gyakran hasonlítgatnak más sikeres sportolókhoz, ha jól tudom, jelent már meg cikk azzal a címmel, hogy ugyanaz vagy, mint Usain Bolt az atlétikában, vagy Novak Djokovic a teniszben. Te hogyan reagálsz ezekre, illetve melyik győzelmedre vagy a legbüszkébb? Hát igen, sokszor összehasonlítottnak Djokovicsal, meg Usain Bolttal, de hát lehet, hogy van is ebben valami, mivel már hosszú időn keresztül tartom a világ első helyet a világranglistán. Úgyhogy hát a legbüszkébb vagyok, tehát 2009-ben, amikor először csapatvb-t nyertünk és világcsúcsot dobtam, arra vagyok legbüszkébb, mivel csak is az volt én nekem az első aranyérmem, felnőtt, mindjárt sikerült világcsúcs, és ott az leírhatatlan érzésekkel töltött el, és a 2010-es egyéni felnőtt világbajnokság. Az pedig Ausztriában volt, arra is nagyon büszke vagyok, mert ott pedig 22 évesen, mint legfiatalabb sikerült egyéni világbajnoknak lennem. Hogyan viszonyulnak hozzád az emberek? Leállítanak az utcán, esetleg gratulálnak? Hogyan reagálnak, amikor meglátnak valahol? Szokott ilyen előfordulni, hogy Becsén is, tehát egy ilyen világbajnokság után sokszor gratulálnak az emberek, és ez nagyon jó esik tőlük. Hát külföldön pedig, mikor megyünk a meccsekre, hát az állandóan sokszor jönnek. Tehát most például 200 kilométerre játszunk Podbrezovától, van, hogy Csehországból eljönnek, csak hogy engemet meglássanak, hogy hogy játszok, lefényképezkedjenek velem meg. És hát ez is nagyon jó érzés, mert sokszor a csapattársaim, tehát szokott olyan történni, hogy nem én vagyok a meccsen a legjobb, és oda jönnek hozzám az emberek, és csak velem akarnak lefényképezkedni, és sokszor olyan megjegyzéseket tesznek, hogy ha nem ő volt ma a meccsen a legjobb, úgyhogy hát ilyenek szoktak. Volt például egy olyan esetem, hogy nyáron voltam nyaralni, és megállított két asszony, mindjárt első nap, mikor lementünk fürdeni, és kérdezik, hogy te vagy az Avarkó Vilmos, én még elgondolkoztam, hogy mondjam, hogy igen vagy nem. Nem tudtam, hogy mit akarnak. És hogy látták, hogy mink Makarszkán nyaralunk, és hogy az ő ura az nagyon szeret engemet, és nagyon állandóan nézi a videóimat, meg minden, és hogy szeretne velem lefényképezkedni, és ők egész nap azért jöttek ide, csak megkeressenek engemet, hogy lefényképezkedjen. Úgyhogy volt pár ilyen eset. Hogy... Említetted a csapatodat. Milyen a viszonyod a csapattársaiddal ott a klubban? Hát nagyon jó viszony. Tehát úgy gondolom, hogy már 9 év ott vagyok. Tehát a hangulat a csapatban az nem szokott mindig a legjobb lenni,
de tudom ezt már kontrollálni, úgyhogy, ebben nincsen gond, de összevéve, tehát elég jó. Azért ennyi éven keresztül nem könnyű mindig a maximumot nyújtani. Honnan nyered a motivációt, illetve mi az, ami inspirál? Tehát amikor elmegyek egy meccsre, és már mikor meglátom, hogy, mennyien eljöttek például miattam, hogy meglássanak, akkor mindig, tehát már csak az motivál, hogy nem szeretném magamat szégyenbe hagyni, hogy muszáj jól teljesítsek, és már ez nekem már egy jó motiváció. Vagy akár kitűzök magamnak valamit, és tehát motivációt tudok magamnak mindig teremteni. Amellett, hogy Szlovákiában edzel, gyakran utazol is ugye a versenyekből kifolyólag. Mégis mi az, ami legjobban hiányzik Óbecséről? Hát így van, sokszor járok, tehát olyan is van, hogy meccsekre járok ki. Tehát elutazok csütörtökön, szombaton játszom a meccset és jövök haza. De a legjobban, ami hiányzik Óbecséből, az a barátaim, a szüleim, a barátnőm, az öcsém, tehát sokszor az van, amikor kint vagyok 10-15 napot és hazajövök, akkor az öcsém az főleg az mindjárt kitállal, most ez mi volt így, Úgyhogy az mindig olyan jó érzés, hogy, mindig figyelnek, követnek. És mennyire nehéz fenntartani ezeket a kapcsolatokat, akár ugye nyilván a családdal mégiscsak a legközelebbi a viszony, akár a barátokkal, ismerősökkel, barátnővel, mennyire nehéz, illetve hogyan kivitelezhető, hogy ez ne menjen rá a kapcsolatokra? Hát ma egy modern világban élünk, úgyhogy ott van a Viber, a Facebook, a Skype, úgyhogy ez mind megoldható, tehát elég sűrűn beszélünk egymással minden, úgyhogy ezzel nincs gond szerintem. És én is törekedek minél többet itthon lenni, mivel elejben még érdekes volt nekem ez a külföld, meg minden, de most már úgy vagyok vele, hogy inkább haza az haza. Itthon vannak az igazi barátok, itthon vannak a szüleim, úgyhogy azt nem lehet megfizetni. Ha valaki, akkor te maximálisan átlátod ennek a sportnak a helyzetét a világban. Szerinted jelenleg hol tart a teke, illetve például konkrétan te mennyire tudsz kibontakozni ebben a sportban? Hát itt Szerbiában a teke, én úgy látom, hogy rossz irányba halad nagyon. Tehát eléggé csalódtam is itt az egyes emberekben, meg mivel például ez a novigrádi VB után, hogy megnyertem, tehát a sportminisztertől még annyit csak kaptam, hogy gratulálok. És sokszor több ilyen nem olimpiai sportolók is, amikor érnek el sikereket, és akkor elolvasni azt, hogy Vanya Udovics egy gratulált neki minden, és akkor ez egy kicsit olyan csalódás ez nekem, mivel tudom, hogy milyen nehéz volt eljutni odáig, hogy akár hogy egyéni világbajnok legyek, és főleg odáig, hogy tehát én vagyok az egyedüli ember a világon ebben a sportban, akinek mindenből, minden versenyszámban megvan az aranyérme. Úgyhogy ami a feltételeket illeti Szerbiában, hát tehát stagnál most, úgy látom ez az egész teke sport, de nem látom, hogy menne előre, tehát hogy járnának fiatalok, hogy, és ezt mind úgy gondolom, hogy ez pénzkérdés az egész. Mennyit és miben változott a hozzáállásod anno, amikor még gyerekként először mondhatni ugye teke pályára álltál, illetve most, amikor már sikeres sportoló vagy? Hát nem változott annyi, hogy régebben, tehát úgy mondjam még, ahogy egyszer megfogalmaztak azon, hogy a Vili még a légyfogásba is nyerni akar. Tehát abban az időben mindenben, tehát minden nagyon vártam a versenyeket, minden. Most meg minden tornára el akartam menni, most meg úgy vagyok vele, hogy ahol nem muszáj, de nem megyek el. Tehát egy kicsit már úgy elfáradtam, úgy érzem. És hogyan képzeljük el, illetve a nézők, mondjuk sokan, akik egyáltalán nem foglalkoztak soha ezzel a sporttal, hogyan képzeljünk el egy edzésedet, vagy egy felkészülést egy rangosabb versenyre? Miből is áll ez? Hogyan néz ki egy edzés? Hát egy edzés körülbelül 2 óra hosszáig tart a tekepályán. Normálisan az edző ott van, megadja, hogy mit kell edzünk. Például most dobálunk 30-at telibe, az azt jelenti a telidobásuk, hogy 30-szor mind a 9 bábút állandóan leengedi. A tarolás az pedig, vagy akkor ott például
30 teli, melyik 10 tarolás például. 10 tarolás az azt jelenti, hogy például elütök 5 bábút, megmarad 4, akkor leengedsz 4, azt is le kell, tehát le kell tarolni. És akkor hát olyan másfél óra hosszáig szoktunk edzeni, tehát ezeket a különböző edzésterveket, amit az edző ad, és utána pedig ilyen gyakorlatokat csinálunk, úgyhogy hát körülbelül ez így néz ki. De ez mellett én még, tehát van futok is, kondizok is, tehát jó erőbe tartom magamat. Ennyi felkészülés, meg eleve ennyi elfoglaltság mellett mennyi időd jut azért pihenni és mondjuk szórakozni? Hát a pihenés az úgy működik nálam, hogy júniustól augusztusig, mert akkor tekélyében holt szezon van. És akkor olyankor minden tornát is lemondok, nem megyek sehova, hanem itthon vagyok becsén, és akkor itthon pihenek. És akkor járok teniszezni, horgászni, fürdeni, haverok, járkálunk ki egy kicsit szórakozni is, habár az nem annyira, úgyhogy körülbelül ez így néz ki. Tehát lényegében te, amikor pihensz, akkor se bírod ki sport nélkül? Persze, sport nélkül nem. Ma is például már teniszeztem. Nagyon szeretek teniszezni. Novák Djokovic szurkoló vagyok, úgyhogy... Akkor bizonyára megtisztelő, amikor hozzá hasonlít. Így van, persze. Kitől kapod a legnagyobb támogatást? A legnagyobb támogatást azt a barátnőmtől, a szüleimtől, az öcsémtől, és persze a klubtól. Hol és mikor láthat téged legközelebb újra a közönség a pályán? Mikor lesz a következő versenyed, és hol? November 26-án lesz a Bajnokok Ligája első fordulója, és otthon játszunk Schwarzenberggel, ez egy német csapat. Oda-visszavágó, az azt jelenti, hogy 10-én játszunk Németországban Schwarzenberg ellen. És akinek itt a két összetett eredmény, akinek lesz a jobb, az jut tovább. És hát egy eléggé nagy teher is van rajtunk, mivel áprilisban nálunk lesz megszervezve a Bajnokok Ligája döntője, és hát szeretnénk bejutni, hogy tehát az hazai közönség előtt játszhassunk. Ne hozzunk már szégyent a klubra. Ha egy kicsit még távolabbra megyünk, akkor mik a terveid? Hol látod magad például 10 év múlva? Hát szeretnék, én nekem az a terve, hogy még egy 10 évet szeretnék itt Szlovákiába tekézni. Hogyha ez kivitelezhető lenne, majd meglássuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Mert azért nekem eléggé megfelel, nincs annyira messze, még minden. De utána mindenféleképpen szeretnék itthon valahol közelebb. Akár Szegeden, akár Beogradba, egy ilyen jobb csapatba játszani, és hogy többet itthon lenni, többet lenni a barátokkal. És hát persze ezt a 20 évet, amit így eltekézkedtem, kicsit ennek a jutalmát kicsit élvezni. És mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik vagy már foglalkoznak tekézéssel, illetve most kezdik, vagy bármilyen más sporttal? Te, mint élsportoló, milyen tanácsokat tudnál adni a fiatal sportolóknak? Hát először is, hogy muszáj legyen céluk nekik, hogy mit akarnak elérni az életben. És hát persze kitartás, sok edzés, és mindig mindenhez pozitívan állni. Többször hangoztattad már azt, hogy az egész családotok ugye ezzel a sporttal foglalkozik, többek között az öcséd is. Milyen a viszonyod például vele, illetve a szüleiddel? Hát jó a viszonyom, tehát az, hogy az öcsémben nincs benne az, ami én bennem, hogy... Tehát ő úgy van, tehát én ezt nem tudom egyszerűen neki már elmagyarázni, mert már sokszor magyarázom neki, tehát ő úgy van, hogy dob egyszer-kétszer jó, és akkor ő azt mondja, hogy ez majd állandóan menni fog. De én mondtam neki, hogy tehát az, mikor már egy szezont lejátszol úgy, hogy 2-3 rosszabb eredményed van, a többi az mind jó, akkor már elmondhatod azt, hogy fejlődök, megyek a célom után. És ezt kicsit nehezen tudom neki elmagyarázni, de hát szoktunk néha össze is kapni, tehát a szülők, mert én általában, tehát én szeretném, hogy a Csabába esetleg egy jó tekéző legyen, meg minden, és az is hajt, és az is mondom ezt neki. De hát nem tudom, ez egyszerűen még nem megy. Lehet, hogy egyszerűen majd, ha 30 éves lesz, lehet épp akkor fog jó tekéző lenni, mert hát ilyen fiatalon, mint én, tehát senki nem volt világbajnok, egyéni világbajnok, hogy már 30 évesen minden
kategóriában aranyérmes vagyok. Tehát mindenki, tehát többi tekés is ilyen 30-35 éves, az a legjobb kor ebben a sportban. Milyen a viszonyod a jelenlegi edződdel? A jelenlegi edzőmmel, hát hogy mondjam, de hát jó is, nem is, sokszor össze szoktunk néha kapni, de általában meg tudjuk beszélni a konfliktusokat. Több személytől is hallottam már, vagy hogy így elhangzott valakiknek a szájából, hogy te milyen visszahúzódó, szerény személy vagy, és hogy ugye olyan sportoló maradtál, aki a földön jár, nem szálltál el a sikereidtől. Te milyennek látod magad? Milyen is vagy te azon kívül, amit ugye a nézők a képernyőn látnak? Milyen vagy a hétköznapi életben? Hát úgy viselkedek, mint egy normális ember. Tehát csak annyi, hogy tehát én jelenleg most nem dolgozok, hanem tehát mint profiként takivel foglalkozok, de attól eljárok edzeni Topolyára. Tehát ott edzek, mivel itt Becsén, tehát mikor megépült 2010-ben a tekepálya, sajnos, de fél évig tudtam csak itt edzeni, utána összevesztem velük, mert mikor épült ez a tekepálya, akkor én anyagilag belesegítettem, és a végén ebből egy per keletkezett, és hát valójában azért nem vagyok én itt Becsén, azért nem edzek itt. Úgyhogy a hétköznapi életben pedig normálisan, mint egy másik ember, tehát én nem felejtem el, hogy én hol kezdtem. Azt sose akarom elfelejteni, és én tehát egy ember sem nem szeretném megszólni az életbe, hogy például valaki, nem tudom, utcát söpör, vagy, mert ezt megtanultam a volt gazdámnál, hogy azt mondta, hogy a munka az nem szégyen. Tehát bármilyen munkát végezni nem szégyen. És tehát én azért is mondom, hogy én minden emberre akar leállok beszélgetni is, vagy meghallgatni az embereket, tehát inkább abszolút nincs problémám. Ahogy említetted is, hogy azért gyakran megesik, hogy leállítanak az utcán, vagy felismernek itt-ott, és hát ugye az elért eredményeidből kifolyólag a sajtó is elég sokat foglalkozik veled. Hogyan sikerült ez a jó néhány év alatt hozzászoknod ehhez? Mert azért ez is egy életforma, egy életstílus, hogy ugye valakivel állandóan, vagy nem állandóan, de időről időre foglalkozik a sajtó, az emberek. Mennyire tudtad ezt megszokni? Hát ezt nem nagyon tudom megszokni, mivel nem vagyok annyira hozzászokva a kamerákhoz. Úgyhogy, de azért, mikor valahova meghívnak, persze, természetesen akkor elfogadom a meghívást, és elmegyek, és beszámolok az ügyeimről. Esetleg akár a csapattársaid, akár más tekézők, más klubokból szoktak-e kikérni mondjuk a tanácsot, szoktak-e tőled javaslatokat kérni, esetleg segítséget? Szoktak, persze. Tehát a klubomban ott nem, mert ott engemet ismernek így, hogy én hogy állok hozzá az egész tekesporthoz, de ám így, tehát nagyon sok ember például Facebookon üzen, hogy edzek, mint edzek, mit csinálok még a teke mellett, milyen edzésterveket csinálok egy teke edzésen. És akkor néha ebből már van sok is, hogy soknak kell válaszolnom, hogy na most ez így, na most ez így, és akkor... De hát jó van, hát ez ebben jár. Azért nem könnyű mindenkinek megfelelni. Persze. A legutóbbi, konkrétan a májusban megtartandó világbajnokságon milyen elvárásokkal indultál, illetve hogyan élted meg magát ezt a versenyt? Hát én erre a világbajnokságra úgy készültem, hogy szerettem volna megnyerni, tehát hogy világbajnok legyek. És hát februártól áprilisig volt egy brutális, nagyon jó formám, tehát olyan eredményeket hoztam minden meccsen, hogy ezt nem tudom, hogy egyszer még ilyen meg fog történni az életbe. És a VB előtt, mikor voltak az előkészületek a patinba, akkor tehát kicsi leesett a formám, nem volt olyan, nem tudtam olyan eredményeket dobálni, de állandóan ott voltam, tehát magamhoz képest jó nagy, magas eredményeket dobáltam, ilyen 650-től 700-ig, de nem volt az, hogy esetleg ki tudtam ugorni egy 720-30-ig.
És kicsit az miatt meg is voltam ijedve, hogy majd mi lesz a VB-n, hogy sikerülnek esetleg a célok, amit kitűztem, vagy... De kvalifikációban harmadiknak jutottam be, és utána, tehát eléggé jól lefeküdt a pálya, és meg minden. Nem hoztam, tehát nem volt az a forma, nem hoztam kimagasló eredményeket, de az a 671 fa volt a legrosszabb, és 687. Tehát itt voltam a 5-6 meccsen, ebben 16 fa le vagy föl, tehát 670-től 687 fáig. És ez elég volt arra, hogy megnyerjem a világbajnokságot. És hát az a döntő, az valami nagyon nagy meccs volt, mivel tehát az utolsó szettet, mikor játszottuk, hát aki megnyeri azt a szettet, az lesz a világbajnok. És az utolsó 10 dobásban dőlt el. És ott sikerült 3-9-es dobnom, és így meg sikerült megnyernem a másodszor sikerült egyéni felnőtt világbajnokra. Tehát az sem még nincs senkinek meg, mert 2008-tól másképpen játsszák a világbajnokságokat. És azóta, tehát én már 2010-ben és 2016-ban sikerült megnyernem az egyéni világbajnoki címet. Ezek szerint akkor az elmúlt években változtak bizonyos szabályok is a teke világában, konkrétan mikről van szó? Hát régebben 200 dobást játszottak a felnőtt férfiak, a nők azok 100 dobást játszottak, és 2003-tól, nem tudom pontosan, pedig megváltozott, 120 dobást dobálnak a nők is és a férfiak is. A jövő évi VB-től mit vársz el? Hát azt még nem tudom pontosan megmondani, mert még nagyon fönnálló lehetőség, hogy nem fogunk elutazni a VB-re, 4 játékos szerválogatottból. Azért, mert Szerbia megvonta tőlünk az ösztöndíjat, azért, mert mi külföldön tekézünk, és a törvényben benne van, hogy külföldön nem tekézhetünk. És azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy Szerbiában, tehát 2009 előtt még sokszor úgy volt, hogy nem tudtunk elutazni a világbajnokságokra. Azért nem volt pénz. Volt, hogy saját magunk, tehát nem finanszíroztuk magunkat, de nehéz volt a szituáció, nehezen tudtak elmenni. De volt olyan is, amikor saját zsebből kellett kifinanszírozni, hogy el tudjon menni az ember a világbajnokságra. És azt mondom, hogy 2009 óta ezek az emberek, akik vannak, tehát úgy gondolom, hogy mi emeltük meg ezt a tekes sportot. Hogy, tehát most nincs abszolút ilyen problémánk, hogy megyünk egy világbajnokságra, mindenünk megvan adva. Tehát a felkészülések, tehát hibátlan az egész, csak annyi, hogy megvonták tőlünk az ösztöndíjat. És ez nagyon nagy kérdés, hogy mi részt fogunk venni ezen a VB-n. Én egyáltalán nem kételkedek abban, hogy még sok-sok érmet köszönhet majd neked, ahogy a klubod, úgy Óbecse is. Kívánom, hogy céljaid és terveid mielőbb megvalósuljanak. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő szerdán is. Viszontlátásra!